istentisztelet, megnőtt az éttermek forgalma az ünnepek alatt, azonnali életmentésre volt szükség a szilveszteri buliban, támogatást kapnak a települések. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírmisorát látják 2023. január 9-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomban. Szeretett testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet! A mindig megújuló karácsonyi történetnek ma az első üzenete, amit Szenteste is hallottunk, hogy vannak angyalok. A pásztorok ott Betlehem mezein lehet, hogy nem is gondoltak erre, munkájukat végezve, hogy lehetnek angyalok az ő életükben is. Ott a réteken, vagy az erdő széleken a pásztorok azt tudták egészen biztosan, hogy ott van a nyájuk, amire vigyázniuk kell. És tudták a pásztorok, hogy a pusztaságban rengeteg vadállat van és leselkedhet a nyájukra. És azt is tudták az angyalok ott a pusztaságban, hogy nem csak vadállatok vannak, hanem vannak tolvajok is, akik szeretik összegyűjteni az ő nyájukat. De nem tudták bizonyosan, talán nem is sejtették, hogy angyalok is léteznek. Ahogy mi magunk emberek is, mai korban élő emberek, vagy nem sejtjük, vagy nem akarunk róla sokszor tudomást venni, hogy angyalok is léteznek. Igen, a mi életünket is meglátogathatják az angyalok. Az első karácsony éjszakáján először erről győződtek meg az pásztorok, hogy vannak angyalok. Amikor lehajolt a menny, és hallatszott az angyal ének, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Akkor az járhatta át a szívüket, hogy Istenem, lám, nem csak a nyáj van, nem csak a tolvajok vannak, nem csak a vadállatok vannak, hanem van valaki, aki vigyáz a nyájra, vigyáz a pásztorokra, és vigyáz az emberiség életére, hogy angyalok is vannak. Ez a karácsony első számú üzenete mindannyiunk számára, akik ugyanígy őrzünk valamit, vagy valakiket. Őrizzük a családunkat. Őrizzük a szeretteinket. Őrizzük a mieinket, mert sokszor ott vannak a leselkedő fennevadak. Sokszor ott vannak a családi életünkben, szeretteink életében, a munkahelyünkön, ott van az ordító gyűlölet. Sokszor ott van a fájdalom. Sokszor ott van az életünkben a félelem, a bűn, a züllés, a lelkiismeretlenség és a szeretetlenség. Sokszor jön a sátán, a nagy ellenség, és elrabol egy-egy lelket közülünk. Úgy megszoktuk már, hogy ezek vannak, és ott vannak az emberiség életében. El is feledkeztünk arról, hogy nem csak ezek lehetnek, hanem az angyalok is ott lehetnek az életünkben. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy nem csak a bűn van, nem csak gyűlölet van, hanem van bocsánat. Van szeretet is.
Elfeledkezünk róla, hogy nem csak rabló gyűlölet van, hanem van visszaadó jó indulat is. Hogy nem csak fájdalmak vannak, de van vigasztalás is ebben a világban. Hogy nem csak erőszak van, de van szeretet is. És nem csak egymást megsebző bántás van, hanem van bekötöző és gyógyító szeretet is. Mert angyalok is vannak. Nincsenek könnyű helyzetben a hazai éttermek. Sokan bezárni kényszerültek, hiszen nyáróta megsokszorozódtak a költségeik, valamint a szorító munkaerőhiány problémája sem oldódott meg. De szerencsére nem jellemző a térségünkre. A tavalyi év végén megduplázódott azok száma, akik étteremből rendelték a karácsonyi vagy a szilveszteri menüjüket. A legtöbb étterem magas áremelést volt kénytelen végrehajtani. Ez látszott a karácsonyi menük árain is. Átlagosan 40-50%-ot emeltek, ám van olyan vendéglátóhely, ahol kétszer annyiba került a töltött káposzta és a halászlé, mint egy évvel ezelőtt. A karcagi Biohotel étterme szerencsésebb helyzetben van, mert ők a termőföldtől az asztalik politikát vállalnak. Tehát elsősorban saját minőségű termékek kerülnek a vendégek elé. Különösen nagy népszerűségnek örvend a töltött káposzta, melynek egyediségét az adja, hogy az elkészítéséhez felhasznált hús saját biogazdálkodásunkból származik. Az árak a tavalyi árakhoz képest töltött káposzta tekintetében körülbelül 10%-kal emelkedtek. Az elmúlt években egyre többen döntöttek úgy, hogy az évvégi főzést megspórolják, és inkább étteremből hozatják az ünnepi fogásokat. Ennek azonban ára van, eddig sem volt olcsó, de a szolgáltató szektort sújtó extra nehézségek, mint az energia, az alapanyag drágulás és a munkaerő hiány megsokszorozták a kiadásaikat, így kénytelenek voltak árat emelni. Az alapanyag árak emelkedésének, bár a hús esetében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye, hogy saját biogazdálkodásunkból származik, így amiatt nem kellett túl nagy emelést alkalmaznunk. Mindezek ellenére megduplázódott az éttermek forgalma az ünnepek alatt. Györfi Krisztiánék házánál volt a szilveszteri buli barátaikkal. Összesen a gyerekekkel együtt 14-en búcsúztatták az évet. Itt volt barátjuk barátja is, aki egyedül él, elhívták a buliba. Mindenki jól érezte magát, mint a ment a viccelés, nevetés, móka, ahogy lenni szokott ilyenkor, aztán azonnali életmentésre volt szükség a társaságban egy 40 éves férfinél. Így leesett a kezdeni, és a fejé, és látom egyből, hogy hát ez nem hülyeség, ez már látható, vagy nem, akkor érkeztem én is ki. És akkor látom, hogy próbálják élezgetni, hogy locsolni, hogy már nem reagált, a szembe fel volt akadva, akkor jöttem én, hogy úgy hát mentőt hívni kell azonnal. Barátom még elkezdik, feltették itt az asztalra, hogy újra kezdik, hogy na a betonon legyen, újra kezdik, de a mentő, vagy a diszpécsert, akkor már közben kapcsolták a diszpécsert, mondta, hogy tegyük le a földre, ne az asztalon legyen, és akkor elkezdték az újraélesztést azonnal. Feleségem és az érintett férfi a fedett teraszon cigarettáztak, amikor a férfi egyik pillanatban még viccet mesélt, a másikban már az asztalra bukott a feje. Először azt hittük, csak viccel, aztán amikor kimentem és felemeltük a fejét, láttam, hogy felakadt a szeme. Feleségem nézte a pulzusát, nem volt. Azt hittük először, hogy hülyéskedik, mert így bohózkodtak a párommal, és rosszul lett, és akkor a kollégák, vagy a cimboráim egyből láttak, hogy én is hogy kimentem, hogy fel volt akadva a szem, egyből láttam, hogy ez nem csak hülyéskedés, vagy valami. Én hívtam azonnal a mentőket, a barátom elkezdte újraéleszteni a mellkas kompresszióval, a feleségem nézte a pulzusát, hívtam közben a mentőket, az ügyeletes segítségével, a diszpécser segítségével ugye folytattuk az újraélesztést, ami teljesen korrekt volt, és ügyesen mondta a diszpécser, hogy mit csináljon, milyen sorrendben, hogy
Úgyhogy rendesen, én azt mondom, hogy egy szervezett csapatként működtünk, én meg is lepődtem rajta, hogy ilyen jól még nem láttam csapatot dolgozni együtt, hogy mintha a vészhelyzetet láttam volna, nekem úgy esett le az egész dolog, hogy mindenki tudta, hogy mit kell csinálni. Várom nézte a púzust, a barátom csinálta a mellkaskopszt, a másik barátom befújást csinált, hogy egy összeszokott csapat volt, és egyik pillanatról a másikra történt meg, hogy én fel sem foghattam a dolgokat, hogy történhetett ez. Egyik pillanatról a másikra, hogy történt az egész eset, hogy egyik pillanatban még viccelődött a párom, a másik pillanatban már le is tette a fejét, és az volt a furcsa a barátomnak, hogy az nem komoly, ugye akkor érkeztem én is ki, ugye feltette a fejét, akkor látom, hogy a szeme fent volt, hát mondom, ez nem csak hülyéskedés, azt már láttam, azonnal hívtam a mentőket, ők meg elkezdték az újraélesztést. A mentőorvos megdicsért bennünket, hogy nem estünk kétségbe, mondja Krisztián, aki mellett felesége is azonnal tudta, mi a teendő. Az volt is az egyik mentős, hogy innestől kezdve ők átveszik a újraélesztést, megköszönték a munkát, hogy nagyon szakszerűen csináltuk, azt mondta, hogy le a kalappal előttünk, hogy le a kalappal a mentőség előtt is, mert hihetetlen gyorsan kijöttek. Semmi előzménye nem volt annak, hogy szívbeteg a 40 éves férfi, de mostantól január 1-én éjfélkor új születésnapja van. Támogatást kapnak a megemelkedett energiaköltségekhez a települések. A Karcag Televízióhoz eljuttatott közleményben hangsúlyozták, a háború és a brüsszeli szankció következményeként az energiaárak sokszorosára emelkedtek. A kormány célja, hogy ebben a helyzetben is a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson. Ezért a korábbi 10 000 lakos alatti településeknek adott kormányzati támogatás után most a 10 000 lakos feletti városok és fővárosi kerületek energiaár emelkedés miatti támogatásáról döntött, mintegy 44 milliárd forint értékben. A települések anyagi helyzete, energiabeszerzési szerződéseik, alapvető intézményeik fűtési, világítási rendszere jelentősen eltérő, írták a közleményben. Hozzátették, a támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energia megtakarítási lehetőségekről. A tájékoztatás szerint Balla György miniszteri biztos és Láng Zsolt kormánybiztos tárgyalt a városi, illetve fővárosi helyhatóságokkal a megnövekedett rezsiköltségeikhez nyújtandó állami hozzájárulásról. A biztosok mindenkivel tárgyaltak, aki elfogadta meghívásukat az egyeztetésre. Javaslatuk alapján a miniszterelnökséget vezető miniszter 138 városi és 17 kerületi önkormányzat részére csaknem 44 milliárd forint támogatásról döntött, a települések listája elérhető a kormányportálon, áll a közleményben. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!